Egy két éves gyerek számomra már azért egy orrot kell, hogy tudjon fogni. Viszont ha hosszantartó náthához szövődmény társul, ilyen például a középfülgyulladás, akkor a gyerek nem szeret orrot fújni, mert ugye abban a pillanatban, hogy elkezdik fújni, a nyomás fokozódik a fülkürtön keresztül a dobüveg fele, és hát az fáj. Ha abban már kialakult váladék van, akkor nagyon fáj. Ezért a gyerek inkább nem is nagyon fújja az orrát. Ilyenkor megint nagyon hasznosnak tartom a orrszívást és ezzel a készülékkel, mert nem csinál olyan nagyon nagy vákumot, ami egészen a fülkürtöt is irritálná, de nem engedi hátra menni ugye az orrszívással a váladékot a fülkürt felé, és a dobüleg fele nem tudja aztán betréselni.